tisztelettel és hatalmas szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a te kercs és tekintet. Én Nagy Pál vagyok. Én pedig Szőnyi László Gyula. Örök tél! százatilla 2017-es filmje. Tudod, miről szól? Láttam egyszer a rabszolgaként dolgoztatott, a népírtás áldozatai közé keveredett nő, szerelmi kapcsolatba kerül raptársával. Noha mindketten családosak, házasok. Mi kell a túléléshez? A szerelem? Amúgy ez szerelem? Nézzük én mit mondanék. Egy fiatal, éppen özvegységre jutó sváb anyukát, és még pár százezer másikat, elvisznek a felszabadító szovjet katonák egy kis kukoricatörésre a közelbe, tehervonattal, 2000 kilométerre egy bányába, pár évre, örökre. Én nem akarunk nagyon kenet teljesek lenni, bár megrázó maga ez a film. Én rögtön belekötnék a te egy mondatodba. Én azt gondolom, hogy utólag kiderül, hogy ő frissen megözvegyült, de amikor elhurcolják Magyarországról, akkor még úgy gondolja, hogy él a férje. Hát, vagy azt reméli. Azt reméli, de szerintem ez fontos a történet szempontjából, hiszen egy későbbi alkalommal házasságtörésre kerül a sor, és ő nem véletlenül húzódozik a házasságtöréstől. Ő abban él, ugye a saját túlélésében is reménykedik, illetve hát a férje túlélésében is. De a férje már hosszú ideje nem ad életjelet magáról, lehet tudni, hogy mi mentek keresztül, lehet tudni, hogy a többi falubéli férfi mi keresztül. Nagy valószínűséggel meghalt, konkrétan még nem kapta meg a papírt, hogy meghalt zárójel, lehet, hogy a végén se halt meg igazából a férje. Honnan tudjuk, hogy a végére, hogy özvegy lett? Hát azért, mert így... le van takarva a feketével a fekete szalaga, a holtestét hazahozták a férjének, Távolról. Azt nem, de. Jó, azt gondoljuk, de jó, ilyen, ilyen történet is van, hogy uh, az. A mégis ír, haza és mégis uh -huh. hazajön. Jó, hát ez szép. Én azt gondolom, hogy azért ők a szülők uh, 1944 évvel a háború után, amivel végződik a film, spoiler, 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 azért kaptak egy papírt arról, hogy a fiúk soha többé nem tér haza. De mondom, hogy sokszor azért azt jelentette, hogy eltűnt. Illetve a vejük. Igen. Na, másrésztről meg pont ezen a héten beszélgettem valakivel, aki elvesztette a férjét, el is a férjét, és sosem volt képes arra, hogy új férfival kapcsolatot létesítsen a következő 40-50 évben. Egy emlékhez is lehetünk hűségesek, ez persze messzire vinne bennünket, de én azt kérdezem, hogy miért beszélünk most erről a filmről? Még hozzátenném, hogy én megismerek olyat, akinek olyan csúnya volt a vállása, hogy ő magát lelki özvegynek tartja. Hm. Uh, ja. Miért beszélünk erről? Azért, mert mindjárt február 25 van. És mi van február 25 A kommunizmus kérdő? áldozatainak ennék napja. Ezen a napon mutatták be ezt a filmet, 2017-ben, 5 évvel ezelőtt. De van ennek egy másik apropója is, egy kiemeltsége ennek a filmnek, mert hogy a legjobb színésznő díjat mm. kapta az MD nyertese lett Gera Marina. Ez az az MD, az az MD, amiről mindig csak a hírekből értesülünk. Erről annyit álmodoztunk, Igen, hogy Izabel Üper, meg ilyen színésznők, színész királynők kapják, és ez a magyar leány. Megkapta ezt a díjat, elképesztő, én posztoltam is róla. Ennyire jelentős az esély, hogy ezt ki is posztoltam akkor. Annyira jelentős, hogy nekem utána később, évekkel később voltak kezemben ez a szobracska, de majd Úú. elmondom, hogy miért. Egyébként ez a legjobb európai tévéfilm díját is megnyerte. Sokan azt kérdezik, kritikusok is, és néző kommentelők, hogy miért nem mutatták be moziba. De minket ez most érdekeljen? Ezt azért nem vásznol látja az ember, Jó. te sem ott láttad. Igen, ez alapvetően egy tévéfilm, furcsa műfaj, mert azért a mai világban összefolyik már a mozifilm meg a tévéfilm. Tehát a, különösen a sorozatok nagyon igényesen készülnek, uh -huh. de ez is egy olyan tévéfilm, ami simán elmegy egy mozifilmnek is már, ha ez tehát jelentene. A dicséretekkel vagy a bírálatokkal folytassuk? Egyáltalán mondhatunk bírálatokat? Egyáltalán mondhatunk dicséretet. Persze, hogy mondhatunk. Hát persze, jöjjenek a bírálatok, de azért picit reagáljunk rá, ne csak felsorolt. A dialógusok, főleg a filmnek az elején nekem egy picit erőltetettek voltak, meg egy-két jelenetben úgy éreztem, hogy ez nem hiteles. Jó, ja, ez a saját kritikában? Ez, ez még is a saját, ez a, ez a a saját kritikával olvasok. legyünk meg. Más is megfogalmazta, hogy az elején az itthoni jeleneteknél a Gera Marina például ott van az a pofozós jelenet, az ott még nincs benne a szerepében, de onnantól kezdve, hogy kint vagyunk, egy pillanatig nem éreztem ezt. Tehát, hogy működött a sztori, a dialógusokkal sem volt gondom, meg a játékkal sem, sőt. A nyitó jelenet az ilyen kenet teljességet sugal, ez az, amit mi el akarunk most kerülni ebben a műsorban. Ennek azért van oka, ez egy lelkés család, ahol járunk. A tippem szerint evangélikus lelkés Ingen. család, tehát az apuka lelkész, imádkoznak a vacsora közben, nem gúnyosan mondom, csak a, a, egy ilyen egy egy karácsony, tartás. Nem, nem karácsonyi ebéd? Akkor meg ráadásul is imádkoznak. Igen, 1944 karácsonyán járunk, Szóval nem egy idélt akart közölni, hiszen ebből a családból hiányzik az apuka. Ott vannak a nagyszülők, hiányzik hmm. az apuka, és van egy szemleány. A Havasi Jánosnak a Lánykák az idő eljárt című 2013-as regényén, történetén alapszik. Aki... Ő pedig a saját édesanyja Igen, történeti... ír én... uh -huh. történetét írja meg. Baranya, Somogy térségéből származó németekről van szó. És egyébként Youtube-on is fönt van egy-két megnyilatkozása, interjúja ennek a Havasi Jánosnak, egy nagyon szimpatikus, tiszta tekintetű, egyenes tartású ember, és ott mesél erről a történetről. Nyilván fölmerül az emberben, hogy miért 2013-ban kellett megszületnie egy erről szóló magyar történetnek, Azért vannak előzmények. Tehát a, a egyrészt tabusítva volt a téma a kommunista totalitárius diktatúrában, és csak utána lehetett erről beszélni, és először filmen közelíti meg a, 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 a magyar emlékezet ezeket a. Málenki robott talán a legelső 1990-ből a Gulyás testvérek Gyula és János film. Igen, dokumentumfilm. Én onnan indítanám, de nem akarok nagyon messzire tévedni. De még sorolják dokumentumfilmen? Sorolják. Magyar nők a gulágon, Sáros Sándor 2003. Én ide venném az elhallgatott gyalázatot is. Sklapszki Fruzsina 2000 De hát az ugye inkább a nők Igen, a megerőszakol. nők megerőszakolásáról, de ugyan ekkor. Uh -huh. Tehát mi az, az, az elhurcolás előtti fázis, a megerőszakolás. Vagy a vád Sára Sándortól, ez már nem dokumentumfilm, hanem játékfilm 96-ból, és a sátánfatja Zsigmond Dezső 2017. Uh -huh. Na most indíts. Szóval itt a, 20. században én úgy számoltam, nem csak egyedül, hanem másokat is bevonva, hogy körülbelül 25-30 nagy közös nemzeti tragédiánk, vagy traumánk volt, kezdve a két világháborúval, Trianonnal, Holokausztal, Nyilas és Rákosi diktatúrával egészen eljutva a rendszerváltásig, és ezek között van olyan, amiről már akár készült film, bár inkább, ha elkezdeném nézni, a legtöbbről nem készült. Hű. Tehát a, a holokauszt abban a szerencsés helyzetben van, elnézés, hogy így mondom, hogy sok filmalkotás készült róla. Lészben és... a nemzetközi Nem, így van. Milyen. És ott már inkább az a lehetőség van, vagy teher van benne, hogy tudunk-e úgy alkotást forgatni róla, hogy az újszerű legyen, az többet adjon, vagy valami mást adjon, mint az eddigi, nem tudom, sok tucat film. A Trianonról szerintem nem készült például semmi játékfilm, és akkor lehetne még a többi traumát. Na most ez a Málenki robot, ez az egyik a 25-30 közül, és amit említettél, hogy tényleg tabusítva volt. Tehát itt a legtöbb tragédiáról el lehet mondani, hogy ezekről nem nagyon lehetett beszélni, csak így sustorogva, de még úgyse biztos, hogy érdemes volt. És akkor ez messzire vezet az örökölt csorsokig, hogy ezt még, ezeket még mi is hordozzuk. Másrészt pedig, amikor a szakdolgozatomat írtam törögbáli nagyközség történetéből, pont ebből a korszakból, és a többi településre is ellátogattam, akkor mesélt nekem akkor élt szemtanú, hogy ott például ment a menet, terelték az embereket, és a nő észrevette, hogy a saját fia is közöttük van, gyorsan odaszaladt a szovjet katonához, kezébe nyomott egy órát, ez az óra, ez itt is előjön, és a... egyből kilökte a sorból a szovjet katona ezt a fiatalembert, majd két méterrel odébb egy bámészkodó 16 évest meg behúzott a sorba. Szóval, hogy, hogy ezek milyen brutális történetek voltak. Ez és, és akkor itt van végre egy film, ami az egyikről szól akkor kapcsolódjunk még személyesen is a filmhez. Uh -huh. Tehát a, én, én nagyapámat sem engedték rögtön haza a háború után, kicsit még marasztalták, hogy építse a kommunizmust, marxizmust, uh -huh. a Szovjetuniót, és ő is ebben az időszakban került haza. Tényleg? A, igen. Meg egyébként ő nem, de más sváb vonatkozásaink vannak. Még azt akartam kérdezni, hogy mi a közös a következő három filmben? Vándor, a Vizsga, Szabadság különjárat a Berni követ. Csak nem az alkotó? igen, a, szeretjük ezt a forgatókönyv Köbli Köbli Normert. Mm -hmm. Nem csak azért szeretjük, mert jogász, mint én és a Périsnek már mm -hmm. végzett. Mint oh. Én, ó, oh. hanem ez, amit fölsoroltam, ez az 50-es évekről szóló trilógiája. Végre valaki. E, a... Ilyen friss szemmel, tehát rendszerváltás utáni szemmel, már nem kötve a tilt tűr támogat keretrendszerétől, kézbeveszi az ötvenes éveket. És hát, nem csak egy alkotóról beszélhetünk, hanem egy alkotó párosról is. Tehát a Öröktél berni követ Félvilág, mind a három alkotás, itt a Szász és Köbli alkotó párosnak a munkája. Egyébként lehetne egy csomó egyéb művet is említeni mindkettőnél. Főleg Köbli Norbertnél, ő azért nagyon sok műfajban alkot 2007 óta, kezdve tényleg az SOS szerelemmel, de nem akarok ebbe jobban belemenni. És, én és az, az mondjuk... ő nagyapja is megjárta a szovjet kiterek. Igen, két két azt két Dombovári é, srác. És akkor mi is ez a Málenki robot? Kényszer munka. nyilván nem kell nekünk most itt történelmórát tartani. De milyen ironikus a cím, filmben igen. is előkerült, tehát egy picike kis munkára viszik el ezeket a hölgyeket. Három hét kukorica a törés, ez hangzik el, ebből lesz majd öt év. És akkor egyrészt a németek kollektív büntetést kell, hogy szenvedjenek, mert hogy a Németország felelős Hitlerért, a németek meg Németországért. És a németeket a rakjuk is idézőjelbe. Hát ugye a nemzeti önazonosság előkerül a filmbe, azért úgy találomra a cigány is van köztük, meg van köztük Ruszin is, akinek uh -huh. csak a férje német, illetve hát e ezek mennyiben németek, e nyilván magyar öntudatuk vagy is van, és hát e sokan magyarnak vallották magukat. Aztán majd jön a sváb kitelepítés, ami egyébként a film szempontjából még fontos a vége felé, és hát annak alapján telepítik ki ezeket a svábokat, az a fő szempont, hogy 41-ben minek vallották magukat, és én láttam mi olyan névjegyzékeket, hogy horvát vagy nagypál nevű embereket is kitelepítettek, mert éppen 41-ben ők németnek titulálták magukat. Na de nem csak németekből kerülnek tízezrek, százezrek málenki robotra, hanem magyarok közül is, amikor zajlik Budapest ostroma, akkor Stálin nem érti, hogy miért haladnak ilyen lassan, és akkor az a válasz érkezik, hogy hát bizony itt micsoda ú óriási védőserege van Budapestnek, és akkor az a válasz, hogy jó, de akkor kérjük szépen ezeket így, így dokumentálva, lássuk, hogy mennyien vannak, halottakban és foglyokban. És mindenkit elkezdenek összeszedni, először, akin egyenruha van, legyen ez az egyenruha katonai, vagy valami, így van postások, és aztán utána már a fiatal férfiak is bekerülnek, és a németek esetében ugyan a nők is. És én itt a számok előkerülnek, én 130 ezerről tudok itt a végén nagyobb szám. Egyébként a határon túlról is említsük már meg a németeket. Tehát azért nem csak magyarországi svábok szenvednek, hanem bizonyos esetben hozzánk tartozik a felvidéki német, meg, a, meg az erdélyi német is. A, a filmben van egy számháború azért Igen. a különböző feliratokban. Tehát például a plakátokon azt szerepelt, hogy 250 ezer igaz történet alapján. Nekem uh -huh. nagyon tetszik ez a tagline címke. Ugyanakkor a film végén meg azt olvassuk, hogy 700 ezer embert hurcoltak el ilyen kényszermunkára, akik közül 300 ezer soha nem tért vissza. Uh -huh. Na most egyszerre a hitelességi kérdésről itt lehetne beszélni. Én úgy tudom, hogy Donetsk térségében játszik. Milyen aktuális a ez mai az a mai? Ukrajna. Az igen, igen. Hát a mai az idézőjel jön, tehát most még egyszer. Vigyáznunk kell, hogy mikor igen. mit mondunk, mikor mi aktuális, de Hát én úgy láttam, hogy ott azért nincsenek ilyen óriási hegyek, a Donetsk térségében inkább ilyen dombok. A filmet Szlovákiában forgatták. Van olyan bírálat, aki arról panaszkodik, hogy nincs ekkora hó, meg ekkora hideg. I igen, az legalábbis kicsit... ebben az évszakban. Viszont nagyon-nagyon sok magyar és német tényleg olyan helyekre került, mint amik itt ábrázolva vannak. Tehát aki szerencsés az esetleg mondjuk a balti államokban köt ki, vagy Fehér Oroszországban, aki szerencsétlenebb az Azerbajdzsánban, vagy éppen az Urálhegységben, netán Szibériában. A bánya jeleneteket e, helyben, Ukrajnában forgatták. Én, én, én mást is találtam erről, valahol ezt olvastam, valahol meg azt, hogy alsó petényben. Igen, illetve a Szentendre is Kanzenben, a falu A falunk. Lehet, hogy a filmről még annyit kéne elmondani, hogy, és akkor le is zárhatjuk az adást, hogy ez egy túlélő film. Igen, de akkor térjünk rá erre. A filmnek a gerincét egy szerelmi történet adja, egy furcsa helyen zajló szerelmi történet. De már előtte van egy barátság történet is. Vagy egy fölkarolási a történet. A kislányjal? Igen. Igen, talál egy olyan kislányt, aki hát azért jóval idősebb a sajátjánál, de akin kiélheti az anyai ösztöneit. És a filmnek az egyik egyik mélypontja, több mélypont van, amikor meghal ez a kislány. Valamiképpen ez talán a túléléséhez is kapcsolódik, hogy most elkezdjünk filozofálni. Tehát a, a, arra buzdítja őt a szerelme, Rajmund, hm. hogy számolja föl az agyában a kapcsolatokat, mind a múlttal, mind a jövővel, tehát a, mind az emlékeivel, családjával, mind pedig a jövővel, tehát a remény e, meg a e, visszavágyakozás, és e, hát in, innen alakul ki Rajmund Mondnak a híres öt szabálya. Hogy is van az első, hogy felejtsd el a családodat, és, és ez kapcsolódik, hogy Isten nincs itt. Igen. És miért felejtsd el a családodat? A filmben vannak olyan jelenetek, ahol. Hát elkezd, elkezdenek ő maga is, és mások is a családjukról ábrándozni, és ez őket az ottani jelenben, tehát ebben a túlélési uh -huh. helyzetben uh -huh. ilyen tetszhalott állapotba kényszeríti, és gyengíti a egészségüket, meg egyáltalán az épeszüket. Uh -huh. Ne gondolkodj, lesz, ami lesz, ugye második szabály. Hát hasonlóképpen azért, tehát eleinte kiszámíthatatlannak tűnik a tábor, aztán, mint általában a lágerfilmeknél, börtönfilmeknél megtanulunk egyfajta sajátos logikát, ami az, hát az önzésnek és a túlélésre koncentrálásnak a már-már biológiai logikája. Hmm. Mosakodna ponta. Igen, Itt hát ugye ez, ez nem egy kényelmes dolog. Nem, hát hideg van, meg hát férfiak nők együtt mosakodnak mesztelenül, és így tovább. Azért egy tifuszos helyzetbe kerül, meglegyinti a halál, vagy lehet, hogy ez túl enyhe metafora hmm. volt, tehát jó pofon vágja őt a halál, és a mosakodás az, az erre vonatkozik. Próbáljunk egészségesek maradni, ahogy lehet. Zárójel, azt mesélik a forgatás kapcsán, hogy jó, kemény forgatási körülmények voltak, tehát hogy déle szoktatták őket a hideghez, éjséghez, csány, azt hiszem 15 kilót lefogy öh. közben, hogy ez is hitelesítse az ő játékukat. Na de itt jön a negyedik, tehát csak hogy szerintem ott a forgatásoknál is tényleg hideg vízben kellett fürdeniük, a negyedik, a remény hiába való. Erről az jut eszembe, hogy állam sincs meleg víz, mert a gázcsövet elvágták, és most két hónapig... Most másképp fogok rá. Igen, hideg, hideg, víz, meg hideg lakás. Én így készültem erre a filmre. Uh -huh. Azt, hogy én hogy készültem, azt meg nem mondom el. Viszont a remény hiába való. Ebben az az érdekes, hogy ugyanakkor meg pont a Rajmund hozza el a reményt, nem? Onnan legalábbis a nézőhöz. Én is, én is nem is az ellenmondást éreztem, hanem ezen sokat gondolkodtam, mert, mert hát a teológiában is, ugye, hitremény szeretett a három teológiai erény. Most egy másfél órás előadás következik erről, és latinul is elmondom őket. Nem, de, de hogy minden esetre a remény az egy életben tartó dolog lehet. Uh, Raimund sajátosan megkísérti őt ezzel, ami egyébként azért érdekes, mert a film utolsó jeleneteiben úgy tűnik, hogy, és el is hangzik, hogy ő végül is nem fogadta el teljesen Raymondnak az öt szabályát, Egyébként Rajmund is túlél, meg ő is túlél, tehát akkor akkor talán nincs szabálya túlélésre, vagy úgy is, úgy is túl lehet élni, hogy reményteli vagy, meg úgy is, hogy föladod a reményt. De valóban, hát a szerelmet ébresztenek egymásban, és a nő az főként ezért hálás. De akkor lehet, hogy ez olyan helyhez kötött remény, nem jövőbeli remény, hanem jelenbeli remény. Van ilyen? Nem tudom. Említetted a szerelmet, tehát ez egy kérdés, azt hiszem a... Cányi nyilatkozza többször is, meg mások is, hogy az nem szerelem, ez csak egymás segítése, vagy hogy szükségük van egymásra ahhoz, hogy túléljenek. Igen, meg érzelemmentes szerelem valaki ezt írta. Nem tudom, tehát én, 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 én meg... éreztem szerelmet. Én is éreztem. Tehát akkor meg, vagy hogy... rossz a film. Meg, vagy szerintem pont ez maga a szerelem, mert hogy van két ember, akiknek egymásra szükség van ahhoz, hogy túléljenek, vagy hogy. Jaj, de jól mondod, ezt nagyon jól mondod. Különösen azért, mert én amikor szerelmes vagyok, akkor már várom, hogy az a három hónap véget érjen, az első három hónap, amikor ilyen agybeteg az ember, és még azt a három évet is várja az ember, mert utána dől el, hogy szeretett fázis, valódi szeretett fázisba lépe a kapcsolat, ilyen téttel, mint amit te megfogalmaztál, tehát, hogy a, az élethez, a túléléshez és az éléshez van egymásra szükségünk. A, mert maga ez a szerelem érzés, ez, ez, ilyen hamis. Lehet, hogy ő náluk ez kimarad. Aha. Most é, nagyon elgondolkodtam. Elgondolkodtam. Orsi Barátosnén mondta, hogy ő a jövendőbeli férjét majd egyszer, hát ezt 17 évesen fejtegette, majd elviszi egy hegyi túrára, és majd kíváncsi lesz egyrészt az ő a férfinek a reakcióira, de meg jó. a saját maga reakcióira, illetve... Ennek egy, ilyen nem kezdeti primitív változatát tanították nekünk a fiú gimnáziumban. Hogy menjünk el e, 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 Ezeket mind, de hogy az első randi le kávéval, és hogy ahogyan reagál, nagyon abból, 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 nagyon sok kiderül Ó, oh, a jó ezt, ezt én nem mondtad, hamarabb, Szabi? Hány nőt már le kávéval, Gyula. <sínt> Ötödik És akkor mondtam, mindig vissza magad egy plusz Hát egy ére, rúz, igen. hogy így feloldja a helyzetet. Ötödik szabály, hogy az ima nem segít. Ezzel egyetértünk, nem? Most így leleplezhetjük magunkat. Ez nagyon durva de Tehát Rajmund azért egy ilyen kicsit sátáni szerepben is van, meg kísértő szerepben. Szerintem, noha a Germaninának a tekintete hordozza el a filmet, ebben a tekintetben én mélységeket sejtek, és a film vége is inkább erre utal, hogy ő nem sokat beszél, de ő azért másképp éli meg, és éli túl ezt a tábort, mint Raimond. Uh -huh. Most itt van, tehát akkor nézzük ezt a marinát, mert hogy ő az, aki vagy Irén, aki viszi. Gyakorlatilag ő, ő a központi figura, az ő vezetésével látjuk a dolgokat. És akkor itt van ez az érdekes, hogy ahhoz, hogy ő túléljen, ahhoz elvileg meg kell változtatni a személyiségét. Megváltoztatja a személyiségét? Manapság rezilienciának hívjuk azt a képességet, a lelki ellenálló képességet, amit ő kifejleszt magában. Ő valószínűleg egy naív világképből indul, és abból, hogy segítsünk egymásnak, mert ugye a kereszténység ezt tanítja, és ilyen lassan kell megtanulnia, hogy nem tud mindenkinek segíteni. Sőt, szorítsa nagyon szűk keretek közé azt, hogy ténylegesen kinek is segít. Uh -huh. Ez mondható, hogy felnövés történetnek meg? Csak milyen irányban elnövés történet? Igen, de hogy térjünk rá az utolsó életre, mert erről az élet, mert az a legvitatottabb. És azt hittem, hogy ezeket sorolod, mert ilyeneket írnak róla, hogy összeomlik a film az utolsó néhány percben, a rendező és a forgatókönyvíró azt választja, hogy először magyarok, és csak utána filmzsenik. A döntéshelyzetben úgy döntenek, hogy ez egy magyar film legyen inkább, mint sem mestermunka, nincs drámai logika abban, hogy elhagyja Rajmundot, a halott férjét jobban szereti, mint az élő Rajmundot. Kemény szavak A film ezért. elvesztegeti az addig fölépített drámai fesz feszültséget. Jó, ne, menjünk akkor neki. Tehát ugye visszajöhetnek Magyarországra, ők igazából hálásak lehetnek a sorsnak, hogy négy évvel később, mert van, aki mondjuk nyolc évvel később, oké, okay, és már Magyarországon új rendszer van. És újabb csapda várja őket, mert és szintén akkor, a kommunisták és, és akkor itt felmerül a kérdés, többen földették a kérdés, hogy mit jelent ez a cím? Mi az, hogy örök tél. Hmm. És akkor Olyan nem szép. lehet, hogy... És tudod, mi az angol címe, amellett, hogy Eternal Winter? Az, hogy Gulág a második világháború elfelejtett fogjai. <laughs> Szerint, Én... Nagyon Jó, szájbarágos. Itt, itt most a magyar nyert. De hogy mi az, hogy tél Ugye nyilván, ugye akkor, akkor most nem lesz soha tavasz. És végül is, ha végig gondoljuk, akkor lehet, hogy nekik, e földön nem lesz soha tavasz. Nem, Tehát, te... be, de jönnek egy szovjet diktatúrába, jönnek egy, haza jönnek egy szovjet diktatúrába. Igen, és el is hangzik, oda sugja neki a katona, hogyha rám algal, akkor nem marad Magyarországon, hanem meg. Akkor meg a, a hazáját veszíti el, bizonyos értelemben. De én szerintem ő nem a hazáját választja. Aha. Én szerintem a családját választja. Igen, igen, én is így gondolom. És az... Egyébként családomból tudok ilyen sztorikat, amikor a családokat is szétszakították, de honnan tudja azt? Tehát igen, ez megfogalmazódik az ember, hogy micsoda inkorrekt. Tehát nem csak, hogy döntési helyzetekkel állnak ezek az emberek, hanem hogy inkorrekt döntési helyzetek. Mert hogy én nem tudom, hogy otthon éle még a lányom, jó, valószínűleg él. A szüleim élnek-e? Egyáltalán nem biztos? Igen, még a férem valószínűleg nem él. És hogy mi van a, ővelük otthon vannak-e még? Mert mi van akkor, hogyha ő szépen hazamegy és addigra a családját, meg mindenkit a faluból már kitelepítettek Németországba. Van egy ilyen álma a filmben, amikor kinyitja a kaput, ugye akkor majdnem meghal, mert ilyen álomba merül, és én, én azt vártam volna, hogy mások vannak ott. Hát ugye a, az, a, az a történeteink az, az, az akár jó. a családiak is azok, azok, hogy hazamégy, és nem a családod van ott, hanem valami vadidegen. De még azok a vadidegenek a családom által, anyám által Használt. megfőz, igen, azokkal a tárgyakkal ugyanazt a levest főzik, amit még délelőtt ők főztek, tudok ilyen sztorikat is. Akkor idén nagyon szerencsés ezek szerint, hogy ő tényleg a saját családját, ha bár megfogyatkozva is, találja otthon. És akkor erről beszéljük. Szerintem ez egy nagyon erős jelenet, Szerintem amikor is. a fűr Anikó, nem tudom milyen szóval lehetne illetni, ahogyan e, sír. Igen, és... drukkoltunk, te is drukkoltál, és én is, hogy ne szúrják el a filmet. Igen. És, kell. és Sőt, nem szúrták el. És őt az egyik leghitelesebb jelenet, ahogyan lassan realizálja az asszony. És azt, hogy, szép az apa szemszöge az a, a is, a sötét belsőből, és, Előn, és, a... és lehet, hogy szemből már az apát, de oké. Okay. És ami a legcsodálatosabb, hogy a kislányával való találkozást nem mutatja. Igen, az már homályban van. Különösen, hogy mi tudjuk, hogy ha nem is ez a kislány, de a következő gyermek az a szerzője a műnek. Tehát a, ő igazából nem a hazájában jön haza, hanem ő a, a lányához jön haza, akinek megígérte, hogy haza fog jönni. A, és szerintem ez a, ez, a, ez a végjelenet, ez nem hogy lerontaná a filmet, hanem ez az egyik legerősebb része, hiszen előtte a, a, egy ilyen hollywoodi módon voltunk abba fölépítve, hogy milyen szép ez a két ember, és milyen boldogságot találnak, uh -huh. nyilván együtt maradnak. Rajmund úgy érvel, hogy hát ő már évek óta nem látta feleségét, és hogy már föl is nőttek az ő gyerekei ő nélküle, meg ő már megtanult azok nélkül élni, tehát ő új életet akar, így, egy így, új egy tavasz, A fogoly dilemmát idézte más szemszögből ez az egész, hogy el lehetne játszani, hogy milyen egyéb lehetőségek voltak, és tényleg az a úr, hogy nem lehet megváltoztatni a döntést. Tehát, hogy ezt a mai kor embere nem érti meg. És akkor tényleg ez a szerelmi szál, hogy most ez van, aki így ír, hogy elegáns záró Én rendben voltam ezzel, szerintem működik mindenestül. És ja, van az a mondás, hogy van, aki kalandvágyból diszidált, és van, aki kalandvágyból itt Hon maradt, én szerintem az Irén ebbe a kategóriába esik, tehát nyilván sejti, hogy olyan, tehát sok mindenben hasonlítani fog a lágerhez az, ami őt itthon várja. Valamelyik kritikus azt emeli ki, hogy szász nem tolja túl, hatásvadászata nem csúszik ízléstelenségbe. És ez egy nagy erény. A színészek nem csúsznak el a síkos terepen, a csattanó igenis sokaknak tetszett, Van valamelyik filmkritikus egyenesen úgy fogalmaz az egész filmről, hogy teli találat, oda szegez bennünket a képernyőhöz, és valakiről, az egyik alkotóról nem beszéltünk, vagy lehet, hogy beszéltünk, csak nem figyeltem rád, az operatőr. Nagy András az operatőr, gyönyör. egy gyönyörű. A film egyik főszereplője a tél, a másik főszereplője meg a táj, <laughs> a, Ezek elképesztő. Mert mindig a zúg ez a téli hang, a, a téli viharnak ez a hideg hangja, és nagyon keveset beszél Rajmund és Irén, sőt Irén még annál is kevesebbet beszél, ezért a tájnak kell elgordozni ezt a hangulatot. És a tájon érezzük nem csak a hideget, az őrök fegyvereit, veréseit, az éjséget, a tífuszt, a bányom vagy éppen a farkasokat. A film utolsó jeleneteiben azért előjön a tavasz, ha máshol nem, akkor a természetben, és ha máshol nem, akkor Irénnek a családjával való újra találkozásakor, amikor nem csak a hazáját választja, hanem egyben betartja az ígéretét is. Az Örök Tél című filmet elemeztük, 100 Attila 2017-es alkotását Köbli Norvert forgatókönyvéből. Ez volt a tekercs is tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok. Én pedig Szűnyi László Gyula.